József Attila, 15 nap az üvegbúrában. Pontosan déli 11 órakor elindultam, hogy meglátogassam közelben lakó barátomat. Ettől az úttól és barátomtól reméltem, hogy ebédet keríthetek. Rettenetesen éhes voltam, és egy fillér nélkül álltam már napok óta. Ugyan 10 órakor még elhatároztam, hogy bicsérdista leszek, ehhez azonban hiányzott az előfeltétel, az, hogy belsőmet a benne levő rohadt és mérges anyagoktól megtisztítsam. Az én bensőmben, sajnos, már jó ideje semmiféle rothasztó és mérges anyag nem fordult meg. Az utcán nemigen ügyeltem a plakátokra, mégis megdöbbenve álltam meg az egyik előtt, mely hatalmas betűkkel hirdette, hogy itt és itt telek-elek éhező művész 40 napig tepecsételt üvegszobában koplal. Rögtön eszembe jutott, hogy agilis barátomat ráveszem, legyen impresszárium. Naponta 1000 látogató 10 000 koronájával az 410 millió, esetleg egy helyet 5-6 nappal toldom meg, és akkor barátomnak 60 milliót adok, magam pedig veszek egy pár cipőt. Barátom nem fogadta el a tervet, szerinte már hiányzik a szenzáció frissessége, az olasz, tudnélik telek előtt kellett volna ezt a különös jótetet felfedezni. Javasolta, hogy spontán koplaljak még néhány napig, és akkor hajlandó felléptetni, mint evőművészt. Néhány nap múlva már egy üvegbúr alatt ültem az angol park közepén. Az első napokban nemigen tolongtak, de mikor meglátták a hatalmas teherautókat, melyek az élelmet hozták, egyre többen és többen jöttek. Ravaszkodtam, hogy sokáig kibírjam, állandóan rágtam, és csak ritkán nyeltem. Ez rettenetes kínokat okozott, hiszen éhesebb voltam koplalót kartársamnál, aki különben vállalkozásom hírére kollégájával együtt fölhagyott mesterségével, mert az emberek rájöttek, hogy az én teljesítményem magasztosabb, és tényleg létjogosult. És neki dühöttem. A sonkát a csontról haraptam nehéz darabokban, és az egész kanna tejet egyszerre fölhörpintettem. A roppant kondért, amely valaha népkonyhában szolgált, a babfőzélék után még ki is törültem. Az időközben igen felszaporodott közönségnek mégis azt tetszett jobban, hogy 2 zsák kókuszdiót megettem egy eszpresszávé mellé. Barátom már elkomorulva könyörgött, mérsékeljem magam, hogy minden bevételt fölettem már, és rossz hatást vált ki ez a nyilvános dobzódás. Végül már följelentéssel fenyegetett. A fácán szállítmányok természetesen elmaradtak, és naponta mindössze 2 oldal szalonnát kaptam. Közben a közönség is megváltozott. A kövérek elmaradoztak, és nap mint nap soványabban kerestek föl, minden megtakarított 10 000-üket belefektették, hogy legalább lássanak egy jól lakott evőt. És egyre fenyegetőbb magatartást tanúsítottak, de én nem könyörültem. A 15. nap éppen ebédhez készülődvén különös morajlást hallottam. Zárják le a disznót! Micsoda gyalázat! Dobják ki! Hogy mer enni? Ordítozták össze-vissza. Békesség szerető ember lévén azonnal letettem a hordó lekvárt, és menekülni akartam. De már késő volt. A
tömeg bömbölve áttört az üvegfalakat. Összetiporták a drága füstölt kolbászt, és engem a szanaszét heverő sonka csontokkal agyonütött.